Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Ismételten itt vagyunk önökkel, és önökért hír és érték. Ez a mi műsorunknak a két volumene. És hogy egyben van, szívből remélem, hogy ezt önök változatlanul jól élik meg, és együtt tartanak velünk. Minden társadalomban és minden időben szükséges volt a tudomány életére, és főleg azokra, akik tudományt fejlesztették, előírták, vagy éppen meghatározó egyéniséget képviseltek. De a tudomány, mint olyan, ezer szálon mozog, fejlődik, és most egy egészen különleges szálra szeretnék rátérni, és már is köszöntöm kedves vendégemet megkülönböztetett tisztelettel, Rédai Somma urat, aki a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs főosztályának helyettes vezetője. Rédai úr, ha megengedi, akkor egy kicsit visszanéznék a történelemben, mert egy ilyen nagy hírű és minőségében is évszázadokra visszatekintő intézmény, mint a Magyar Tudományos Akadémia, itt bizony nagyon új dolgot sikerült megvalósítani, és majd a beszélgetés folyamán kiderül, hogy mi mindent. De ehhez kellett egy olyan egyéniség, mint ön, aki egyetemista korában is. Egyrészt nyitott volt mérnökként, akkor még leendő, most már hivatását is betudó mérnökként, a humanóriákra, mint minden műszaki értelmiség, csak kevésé beszélnek róla. És ami akkor már csoda volt, és külön tiszteltem önben, a szervezőkészsége. Folyamatosan a kis tankörben, vagy a nagyobb tankörökben is mindig megtalált valamit, ami hívószó volt a többiek részére, hogy ez a hívószó, a humanória akkor konkrétan megfogalmazott esetei tanulmányai során, ki lesz a partner, és lett, nem is egy. Úgyhogy én ezt utólag is köszönöm önnek, és most tényleg ez a megkülönböztetett tisztelet az, hogy megtalálta a maga egyéniségéhez megfelelő munkaterületet, és nem is akárhol. Én kérem önt, hogy miután itt tényleg egy párbeszédről van szó, túl a tudományokon, azért ez az ön tudományos munkájában is szerepet kapott. Maga ugye a kommunikáció és a tudomány kapcsolódási pontjai, a tudományok párbeszéde, tudomány és társadalom, mindegyik rendkívül sok terület. Egy kicsit ebbe is avasson bele, és aztán térjünk rá rögtön arra, amit azt szeretném, ha ön határozna meg, és amire hívjuk minden egyes kedves nézőnket, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, kedves Marietta, megtisztelő szavakat, illetve a felvezetést, és a lehetőséget, hogy eljöhettem, és beszámolhatok, igen, a mostani munkánkról és működésünkről. Hát tulajdonképpen, ahogy Mária is említette, igazából az egyetemi évekhez hasonlóan itt is egy jó csapat az, ami a háttérben áll, és ami tulajdonképpen a segítséget, és nekünk ezt az egész szervezési készséget adja. Mindenek előtt megemlíteném elnök őket, Lovász Lászlót, illetve Simon Tamás a főnököm, akik megengedik, sőt támogatják ezt a fajta nyitottságot, ami egyfajta célkitűzése az akadémiának, de hát saját indítatásból is jön, hogy mutassuk meg az, hogy a tudományt hogyan műveljük, mik az eredmények, és ezt tegyük érthetővé, és érthetően adjuk át a közönségnek. Tehát egy ilyenfajta háttér, vagy közeg, vagy közösség volt, vagy aki működni tud most nálunk egy csapatban, és ez az, aminek a gyümölcse, vagy az eredménye ilyen szempontból, hát így kézzelfoghatóvá vált. Itt az elmúlt 5 év az, amiről már beszéltünk tulajdonképpen. Idén 5. alkalommal szervezzük meg ezt a tulajdonképpen sikertörténetet. Vagy... Nevezzük nevén ezt a sikertörténetnek a adottságát. Ez egy filmklub. Így van, igen. Ez a kezdeményezésünk egy filmklub. Itt az ötlet az volt, hogy vetítsünk egy olyan ismeretterjesztő filmet, dokumentarista jellegű, de elsősorban a tudományos ismeretterjesztésen van itt a hangsúly, ez lehet humán, történelmi tematikájú, de ugyanúgy természettudományos, vagy egyéb természettudományi kutatás bemutató témáról, és a filmvetítés után pedig szervezzünk valamilyen beszélgetést, tehát ne legyen vége a mozival ennek az eseménynek, hanem utána meghívunk vendégeket, így a film készítői közül is, de ugyanúgy a szakértői közül is, tehát valamilyen akadémiai kötődésű kutatót, lehet fiatalabb, tapasztaltabb akadémikustól a tényleg a fiatal kutatókig mindenféle vendégeink voltak, és úgy látszik, hogy annyira bejött ez a műfaj, és olyan nagy érdeklődés volt, ez minden alkalommal az akadémia székházában van. Impozáns maga a közeg is, valószínű ez is adja különben a nézőknek, illetve az érdeklődőknek az indítatást, hogy eljöjjön, hiszen nagyon sokan vannak, akik mondjuk nem ismerik annyira ezt a helyszínt, több mint 150 éve épült impozáns épületről van szó. Korábban második emeleti nagyterem, most már az első emeleti díszteremben vagyunk, azt kell, hogy mondjam, minden alkalommal
Több mint 300 fő jelentkezik és jönnek el. Maga a helyszín is szép, de ezen túl mi igyekszünk mindig tartalmat adni azért ehhez. És nagyon fontos, amire csak épp, hogy érintőlegesen tért most, hogy ott vannak húsvér mi voltukban azok a tudósok, kutatók, vagy éppen a film producerei, a filmet finanszírozók, a filmben résztvevő szereplők, mindenki minőségi életet él, és a kezéből minőségi tudomány, vagy határtudomány terül ki. Most jó ezekkel az emberekkel beszélni, a közvetlenség is fontos. Ami viszont külön kiemelendő az éppen az, hogy most 300 emberről beszél, de azért itt már lassanként egy igazi, nem kis létszámú mag működik, akik már kinőtték valóban a második emeleti szép felolvasó termet, de itt most már tényleg azt kell tapasztalni, hogy igenis, nekünk más kell. Valami, ami a szívet, lelket is megmozgatja. És nem mindegy az, hogy élet áldozata hazáér, programjuk is megjelent. De ez mindenhol valahol bent volt, mert élet áldozat. Hát aki elmegy az őserdőbe, a legkülönbözőbb flórafauna témában kutatni, szintén kiteszi magát veszélyeknek. De a társadalmi lét életben ugyanúgy megvan ez a veszély. Nem is tudom időnként, hogy melyik a veszélyesebb. Hisz az egyik ösztönös, a másik meg sajnos csak tudat, azzal a tudattal, amivel bizony jól tanul kell bánni. Viszont nagyon sok szép kezdemény van, és egy-két példával, hogyha volna kedves illusztrálni, hogy mely témakörök voltak kezdetben a nagyon vonzerűek, és hogyan teljesedett ki a nézőközönség és a vendégek igényességével is a mai állapot, amit megint tovább lehet gondolni, hisz ez a rész nagyon-nagyon fontos dolog. Igen, műveltségi monopólium. Igen, hadd csak csatlakozzak Mária gondolatmenetéhez. Mindkét félnek tulajdonképpen egyik oldalról a filmes közönségnek, vagy közösségnek, akik ezeket a műfajú filmeket készítik, én úgy vettem észre, hogy nagyon nagy öröm, meg lehetőség, hogy bemutathatják egy ilyen számú közönség számára, és egészen más nekik így levetíteni, mint mondjuk tévében, vagy pedig egy zártabb, kisebb közösség szempontjából. Másrészt pedig az ott ülő kutatók számára is egy érdekes, izgalmas téma, hiszen van, aki maga is részt vett a film készítésébe, kicsit ezáltal is kimozdult már ugye a kutatói falak közül, de azáltal, hogy eljön és aztán ott oszthatja meg ezzel kapcsolatban a tapasztalatait, élményét, és mondhatja el egyébként saját szavaival is a kutatási eredményeit, sőt, válaszol akár a közönség kérdéseire, ezáltal még közvetlenebbé válik. De hogy hogyan alakult, és hát elsődleges választási szempontunk azért az volt, hogy hazai tudományos ismeretterjesztő filmes csapat, lehetőleg valamilyen hazai témát dolgozzon föl. Már a kezdetekben is ugyanúgy próbáltunk az arányokra figyelni. Társadalomtudományi elsősorban azért történelmi, de természettudományos témájú, ott pedig elsősorban természetfilmek, amik domináltak, és aztán ezeket a műfajokat próbáljuk mindig kicsit bővíteni. Tavaly sikerült már egy-egy animációs filmet is becsempészni ezek közé. Itt pont egy vallástörténeti film, a Rihli Zsoltnak a Luther című sorozatából vetítettünk két epizódot. Nagyon-nagyon érdekes és izgalmas beszélgetés alakult ki utána. Illetve vannak olyan produkciók is, amikben mondjuk részt vettek hazai kutatók, vagy hazai filmesek, de alapvetően külföldi témájú, vagy külföldi csatornának készültek, és egy ilyen volt, tavaly mutattuk be például az ITER reaktor működéséről szóló, egy abszolút szakmai, tehát úgy éreztük, hogy szűk szakmai fókuszú film, de ez is akkora érdeklődő közönséget vonzott, és én úgy érzem, hogy sikerült közérthetően elmondani akkor azt, hogy mi ez a fúziós reaktor, ami épp készülőben van, és hogy pontosan miről van itt szó, a kutatók maguk mondhatták el. Nézzek, két nagyon markáns üzenet megvan már, amit elmondott eddig, és főleg amit tesznek. Az egyik, hogy a tudomány kilép a maga belső zárt köréből, hogy azonos tudományterület önmagával folytat bárbeszédet, és már tényleg tudjuk, hogy ki mikor, mit mond, mit csinál. A másik pedig az, hogy a hétköznapi emberekkel, akik között nem feltétlen úgy tűnik, hogy hétköznap, csak éppen más tudományterületet is művel, vagy éppen teljesen távol áll az érdeklődése, az igenis minőségi érdeklődés. Tehát kilép abból a légkörből, hogy a visszacsatlakozás, a igénylés, amit most
Ez a 300 fő körül, valószínűleg, hogy több is lesz, polgárunk igazol, hogy érdekli, nagyon is érdekli, tudni akarja, ami az ő életét is befolyásolhatja, akármilyen közvetlen vagy közvetett módon. És jó látni azokat az embereket, akiknek a tudásából és a kétkezi hozzáállásából is megint egy olyan eszköz, infrastruktúra, teljes vagy rész, vagy összeállítandó terület kerül ki, ami azért az embereket úgy is közel hozza, hogy jobban tudják egymást becsülni. Nem csak a kész termék, ami nem feltétlen a vásárlási meglehetősen hát, negatív értelemben beterjedt mentalitást jelenti nálunk, hanem hogy hogyan becsüld. És én úgy érzem, hogy az önök munkássága elsősorban erre a becsületre, a tudomány tiszteletére épít. Külön jó látni egyébként, hogy visszatérő vendégeink vannak. Van a közönség soraiban tényleg több olyan néző, aki már évek óta, de mondjuk már 5 éve visszajár, és plusz öröm nekünk, hogy hozzák a gyerekeket, unokákat. Próbálunk nyitni azért, hogy ez lehetőleg... Családbarát akadémia. Igen, érthető legyen a fiatalabb generációnak is, hiszen azért legyünk őszinték, mondjuk egy történelmi témájú dokumentumfilm, vagy egy kutatási témájú más jellegű film azért a fiatalabbaknak sokszor nehezen érthető, de vannak azért tényleg olyan alkotások is, és ezt szoktuk mindig külön hirdetni, hogy hozzák el a legfiatalabbakat, gondolok itt középiskolásokra mindenképp, de akár általános iskolás gyerekeket is, hiszen azért be lehet mutatni úgyis egy témát, hogy ez érdekes legyen a legfiatalabbaknak, de tapasztaltabbaknak egyaránt, úgyhogy ezt külön szeretném itt kiemelni. Az idei sorozatban is egyébként erre próbáltunk odafigyelni, és hogy kis aktuális témákat is hadd ajánljak, ahogy minden évben idén is tavasszal, ez azt jelenti, hogy április elejétől körülbelül május végéig szervezzük ezt a sorozatot, 8 alkalommal egymás utáni heteken, ezek általában szerdák, 17:30 az Akadémia Székházába várjuk az érdeklődőket. Ezek ingyenesen látogatható események, ez nagyon fontos. Egyedül regisztrációhoz kötött, az akadémia honlapján mta.hu, mindenki megtalálja, mta.hu per filmklub ennek a programját, és ezen keresztül lehet csatlakozni. Úgyhogy idén is 8 alkalommal, hát várhatóan április 10-én indulunk majd, és megint egy nagyon izgalmas témával, rádiócsillagászat. Én azt hiszem, hogy ez is egy olyan téma, igen, sokaknak érdekes lesz az első téma, de lesz ugyanúgy történelmi film. 4 nap Kádár János árulása például, ez a novemberi időszakot dolgozza föl aktuálisabb. Vagy Jóth Jól Kazinczy Ferenc emlékezete, ez egy abszolút új Vojtko Ferencéknek irodalomtörténeti témájú filmje, amit még egyszer mutattak csak be, tehát abszolút új, vagy pedig hadd ajánljak egy másik természetfilmet, Akcióban a természet őrzői című Tóth Zsolt Marcellék a természetfilm.hu csapat által készített természetőröknek a hétköznapi munkáját mutatja be, és népszerűsíti ezáltal a nemzeti parkokat, és vonza az embereket, hogy jöjjenek, kiránduljanak, és legyenek ott a természetben. Vagy a Vad Balaton például, Mosonyi Szabolcsnak a nagy sikerű filmjét, ugye ezt már korábban is vetítették, játszották, játsszák mozik is, de most elhozza a rendező nekünk is ide, és itt szeretnénk utána beszélgetni róla. Ez egy nagyon csodálatos összefogás, hogy a legszélesebb, amit most elmondott csak pointírozva, legszélesebb természettudományi társadalmi kérdéseket is fölveti, egyiket sem a húzás igényével, hanem a megértetés igényével, és ami nagyon szép, hogy nem a metanyelv kultúráját, proklamáját, ezeket hirdetik, hanem a hétköznapi nyelven megfogalmazó, nagyon is súlyos problémákat és témákat, legyen ez akár a nemzeti parkoknak, vagy egyáltalán a természet parkjainak a megőrzése. Kíváncsi vagyok, hogy Gant, ugye egy ilyen űrtájnak tűnik a zöld kis patakjaival és a nagyon vörös homokjaival. Ez mikor kerül majd egy kicsit a látogatás előterébe, mert korábban ugye, amikor a Sámuelt kiásták onnan, ugye ezt a nevet adták a koponyának, akkor ez az őslény egy kicsikét ugye felkerítette itt az igényeket, de ez is egy védett terület lényegében, és örvendeni kellene neki, nem beszélve a védett növényeinkről is, meg amúgy a történelemről. Bizony-bizony az ember elkezd gondolkodni, hogy mire legyen pénz a társadalom úgymond kasszájából kiadandó. Nem is tudjuk, hogy mit tegyünk előtérbe, mert kinek a hivatása nyilván azt fogja elsősorban itt hirdetni. De önök segítséget adnak.
valljuk be, egy nagyon pozitív segítséget adnak, nem a szándékoltság igényével, hanem mert tudatosan azt mondják, hogy az embereket ott helyben alkotókkal, tudósokkal együtt igenis helyzetben hozzák. És hál' Istennek, hogy van most már példa, hogy megmerjenek szólalni a legújabbak, mert a törzs csapatból intelligens hozzászólások jelentkeznek. Igen, és hadd büszkékedjek azzal is, hogy sokszor kutatók és filmesek már úgy keresnek meg minket, hogy szeretnék idehozni a film premierjét. Így volt ez például Pálfi Gézáéknál is, amikor a Szent Korona filmet néhány évvel ezelőtt hozták akkora sikerrel, hogy több helyszínen is vetítettük, vagy amatőr csillagászoknak készült például egy az ő életüket, munkásságukat bemutató abszolút lelkes, hát amatőr film, de ez egy olyan bemutatható állapotba és egy olyan munkává kerekedett ki, hogy abszolút jó közönsége volt, és nagyon izgalmas beszélgetésünk volt utána a csillagászati körben, például Kis Laci, a Csillagászati Földtudományintézet főigazgatója, és aktív csillagász, és az amatőr csillagászok egyaránt részt vettek ezen. Tehát, hogy a szakmát is úgy hozza össze az érdeklődőt és a profi szakmai tudóst, hogy tudjanak egymással beszélgetni, ismerjék meg egymást, és derüljön ki, hogy ki mivel foglalkozik. És lényegében ne felejtsük el, hogy ön ebben a pozíciójában monopól helyzetben van több oldalúan. Egyrészt a Műegyetem kar és szak irányait is nagyon jól ismerő ember. Megfelelően tudja kódolni, hogy segítségül is oda tud nyúlni, hogy ilyen tudományterületre szükség van. Mi az, amit egyébként mondom, szép csöndben mindenki kutat, de időnként kell egy motiváció, nagyon kell a kutatónak, hogy ráfigyeljenek, tehát kezdeményező szerepet is felvállalt. És ezt külön köszönöm önnek, főleg úgy, hogy számos tudományterületre. Ez hihetetlenül fontos, és tényleg az ember úgy tanulja meg a világot értékelni, és benne a saját életét, és társadalmát, gazdaságát, természeti földrajzi környezetét, hogy micsoda nagy becsez ma a világban, édes viszkéclettől kezdve, bármi, ami ebben a közép-európai térségben megjelenik. Szeretni kell ezt nagyon. És ön diákkorában is ezzel a nagy szeretettel, ezzel az emocionalitással, az ember iránt tűnt ki jó néhány társával egy nagy tömegből, amelyre egy tanárnak nagyon oda kell figyelni, és megköszönni, hogy ilyen attraktív fiatal hallgatók vannak. Most pedig ön szó szerint instruál bennünket, segít bennünket, és köszönöm szépen úgy, ahogy van az akadémia pillanatnyi vezetésének is, de főleg a legközelebbi munkatársainak, mint vezetőinek, hogy ezeket szabályosan kérik is öntől. Szóval ez azért egy nagyon-nagyon komoly dolog, hogy nemhogy engedik dolgozni, hanem segítik ezt az impulzitást. Igen, néhány egyéb programunkat is, hogyha megemlíthetem még. Már is. A filmklubon kívül tulajdonképpen egyébként innen is programelemeket kértek, és hoztunk most már be egy másik nagy kiemelt rendezvénysorozatunk, az a Magyar Tudomány Ünnepe. Ugye ez is évtizedek óta minden évben novemberben rendezzük meg, egy egész hónapon át tartó országos rendezvénysorozat, aminek az első kiemelt időszak az a november első két hete, és a Székházba próbáljuk ugyanúgy bevonzani az embereket. Itt elsősorban ismeretterjesztő előadások, amiket erre az időszakra szervezünk. Átraktuk kora esti időpontra, tehát ugyanúgy 5:30-kor kezdünk, hogy mindenki munka után, vagy pedig összeszedve a gyerekeket iskolából innen-onnan visszaérjenek. Egy-egy filmet is vetítünk, tehát bővült ott is a program kínálat, már mindig van ismeretterjesztő film, filmklub is a tudományünnepén. És egyébként szakterületenként a tudományos osztályok javasolnak olyan előadókat, akik tudósok, de a hétköznapi ember, sőt, hát akár az iskolások számára adják elő és mondják el az aktuális témákat, területeket. Ezt mindig, hát ősz elején hirdetjük meg, és akkor lehet jelentkezni a novemberi időszakban ezekre a programokra. Itt is két külön programcsoportot egyébként említenék, az egyik az a filmklub, a másik pedig a Diákok az Akadémián című kezdeményezésünk. Itt kifejezetten középiskolás diákoknak hirdetjük meg ezeket a programokat, direkt elküldjük csak az iskolásoknak, meg is szokott telni különben ilyenkor iskolásokkal is a terem, a tanárok elhozzák, ez délelőtt van, tehát egy pénteki nap általában, de le tudják valamilyen szempontból iskolai foglalkozásnak, vagy itt is hát ismeretet kapnak, tehát hogy nem szünetből, vagy szünetre jön. Előadás, illetve egy másik, amikor pedig körbesétálunk az épületen. Ez is fontos, hogy lássák, ismerjék meg. Itt az Akadémiai Könyvtár és Információs Központ
külön gyűjteményeinek a vezetőivel, Babus Antal a Dokumentum, illetve a kézirattár, és Kelecsényi Ágnes pedig a keleti gyűjtemény részéről mutatja be az ott őrzött kincseket, és ilyenkor a diákok, sokszor vidéki iskolákból hozzuk el őket, nagyon örülnek, és tényleg örömmel jelentkeznek, és veszik át, vagy hallják meg, vagy látják, hogy mi az, ami itt a házban történik, és hogy tényleg mekkora kincsek vannak. Tényleg nagyon nagy kincsek vannak. Deák Ferenc, Arany János. Igen. Itt nem csak ugye bútorokat kell nézni és megmaradt tárgyakat, hanem a szellemisége, ahogy megjelenik ott. Az viszont kitüntetendő és igazolandó, Rédei úr, hogy a műszaki értelmiség hogyan nyitott a humanóriák felé, és kísérletet tettek, illetve több mint kísérletet arra, hogy a humanóriák képviselői tudják megérteni a műszaki értelmiség lelkületét és gondolatmenetét, amíg egy nem csak idézőjelbe csakod, a robotechnikát látják, és olyan fura, olyan aranyos, meg olyan veszélyes, és minden minőség megvan, hanem értsék a műszaki értelmiség felelősségét, mint mentalitást. Úgyhogy én szeretném ezt külön kihangsúlyozni, mert mi kérem szépen, mi a műszaki értelmiséget mindig, vagy a műszakiakat, ilyen idom, kockafejme, stb. Nem kérem. A haladó kultúrát mindig visszafogottan, és mindig kevésbé proklamáltan a műszaki értelmiség határozta meg a mérnökség. De hogy mennyire nyitottak a zeneirodalomra, a költészetre, bármire, arról kevés szó esik. És most ön kézbe vett valamit, itt most már lassanként ugye a hatodik évbe fog bemenni ez a csodálatos kezdeményezés, hogy itt a legkülönbözőbb tudományok és a hétköznapi ember, vagy éppen aki már nem aktív munkaerő valahol, visszajön és a saját tudásával egy kicsikét segítő is, egy kérdéssel, akár azzal is. Ön erre nagyon fogékony, ahogy most kiderült. Még azért egy kicsikét meséljünk, ha még a legújabbakról, és hogyha szabad, legalább két olyan élményét ossza meg, talán a legelejéről, mert akkor önnek is nagyon új lehetett, ami belemart a lelkébe, hogy Istenem, de jó, hogy ezt én is benne vagyok az alkotásban, de nagyon érdekel. Igen, hát igazából tényleg személyes élmény is, mikor az ember először belép az akadémia épületébe, és hogy te jó ég, én akkor itt dolgozom, itt fogok dolgozni, tehát az ember úgy megszeppen kicsit, és hogy most akkor meddig ér a keze, vagy miket lehet itt ugye a nagyok nyomdokában, vagy egyáltalán, hogy miket végezzen, de igazából már akkor érződött ez, hogy ez nem egy zárt épület, és nem egy olyan zárt közösség, akik mondjuk csak önmagukért vannak, hanem ez megmutatható, és igazából ez az igény talán, ami megfogalmazódott, hogy mutassuk meg. Tehát tényleg az épületet, az épületen keresztül, de az ott dolgozók munkáján keresztül. És akkor még egy meghatározó élmény, próbáljuk a legeslegfiatalabbak számára, itt most óvodásokra gondolok, is megmutatni, ha lehet, valamilyen érdekességet, izgalmat, és egy-egy alkalommal sikerült olyan nyílt tudományos kísérletet kivinni az utcára, ezek ilyen street science események, de a belső terekbe is, amikor mondjuk egy... Utcatudomány. Igen, egy tűzhányós kísérletet, az tényleg látványos, akkor eljönnek, és megszerveztük, óvodások, csoportok jöttek el, és látták, és csodálkoztak rá, és mesélték talán el egymásnak, vagy otthon a saját szavaikkal a szüleiknek, illetve egy víztudományi nap, amin szintén vizes kísérleteket, ott már kicsit nagyobb óvodások, de hogy mikroszkópban nézhettek be, és mesélték el az aktuális tudományos intézeteknek a munkatársai, hogy mi hogyan zajlik. Hát talán ez volt a legmeghatározóbb, hogy kicsiknek, fiataloknak is, talán részben azért, mert ott sikerült elhívni a saját családtagokat is, tehát saját gyerekeket is, de nem csak ők, hanem más helyekről is eljöttek, és örömmel jöttek el, utána pedig hallottuk vissza az intézményvezetőktől, hogy ez mennyire jó kezdeményezés, örülnek neki, üdvözlik, és szeretnék, hogyha később is lenne. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezt a nyitottságot, ezeket a hagyományokat, amiket talán megteremtettünk, így fogjuk tudni folytatni majd, és ennek lesz foganatja. Kedves nézőink, sajnos a műsoridőnk véget ért. Én ismételten külön köszönöm Rédei Soma úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs főosztálya helyettes vezetőjének, hogy eljött, és személyében egy olyan generáló egyéniséget is ismertünk meg, aki a tudomány számos területét össze tudja fogni, és aki egy olyan közösséget alakított ki már bent, és a hétköznapi emberek, nekünk polgároknak, hogy bármikor behemettünk a meghirdetett programok időszakában,
okosodni, és tudomásul venni, hogy a tudás, kérem szépen, valóban hatalom. De olyan hatalom, amelynek mindig ott van a felelőssége az egyes emberért, a társadalmáért, a családjáért, akkor és akikért ért. Köszönöm, hogy velünk voltak, viszontlátásra!